Mezőkövesd város önkormányzatának sikeres pályázata révén 594 millió forintot fordíthatnak a rendelőintézet felújítására. Ez egy 100%-ban támogatott pályázat volt, azonban az önkormányzat plusz forrást is biztosít hozzá, mert olyan dolgokat is megvalósítanak majd, amelyeket a pályázat nem tartalmaz. Ezzel együttvéve a beruházás összértéke eléri a mintegy 700 millió forintot. A projekt keretén belül 14 nagyértékű géppel bővül az intézmény, amelynek értéke több mint 150 millió forint. A legnagyobb eszköz a laborautomata. Lesz két nagyértékű ultrahang, amelyből az egyik a nőgyógyászatra kerül, a másik pedig az általános ultrahang helyiségbe, amelyet több szakellátásban is használnak majd. Új eszköz még a gasztroenterológiai vizsgálótorony. A támogatási szerződést megkötötték, jelenleg az előkészületi, közbeszerzési és jogi teendők zajlanak. A beruházás ugye két részből áll, egyrészt egy épület felújításból, nyilázáró csere, külső szigetelés, a belső terek átépítése, a fűtésrendszer korszerűsítése, az elektromos rendszernek a korszerűsítése. Ez az egyik, amit kiírnak majd egy közbeszerzést, ez folyik, megy a maga útján, és van egy másik, ami a műszerekről szól. Ez egy közel 130 milliós beruházás, új röntgengéppel, röntgendigitalizálóval, új ultrahangokkal, új laborautomatával. Ez a közbeszerzés az útján van. Azt kell tudni, hogy ez egy több lépcsős beszerzés. A tartalmat azt mi állítjuk össze, mármint a szakmai tartalmat, de ennek van egy jogi tartalma, amit az önkormányzat által megbízott szakember állít össze. Én úgy tudom, hogy az utolsó simításokat végzik, és amúgy ez elkészült. Tudomásom szerint vagy a mostani, vagy a következő önkormányzati ülésen már téma lesz, és ha elfogadják, akkor ki fogják írni a közbeszerzési pályázatot. Ha a közbeszerzési pályázatot kiírják és első körben sikeresen kiválasztják a kivitelezőt, akkor még ősszel elkezdődhet a rendelőintézet beruházása.